Nagyon szép jó estét kívánunk, ez a Trash Talk, a Sport TV NFL magazinja, és az élet a Trash Talk után sem, bocsánat, a Super Bowl után sem áll meg, nem röhög, csak átalakul, például sztár vendégek érkeznek, de mielőtt rátérnénk, megmutatom Kovács Sándor, Csankót, Bencsics Márkot, Márkot, és megérkezett egyenesen Miami-ból Faragó Ricsi, aki ma este a vendégünk lesz, és mindent elmesél, ami nem derült ki eddig a YouTube-ról. Szia, Ricsi! Olyan nincs. Szerintem minden kiderült nagyjából. Láttad-e a videókat, amik felkerültek? Nem volt időm megnézni, majd utólag megnézem. De megfogod? Persze. Hát Galuska annyit dolgozott vele, hogy ez a minimum, hogy megnézem utólag. Remélem, hogy ti is láttátok már, fotójátok be. Hogy hagynám a helyedben. Igen? Ez kicsit izélet. Cinkes. Igen. Nem. Melyik ez a Chief? Vicceltem csak. Ez az első. Mindegyik rész szerintem kiválóra sikerült. De mielőtt végigbeszélnénk, hogy mi történt a hétvégén, illetve az előtte lévő napokban Ricsiékkel, nézzük a szolgálati közleményeket. Lezárult a Yahoo Pick'em, amit elkezdtünk még szeptemberben, és sikerült győztes hirdetnünk is. Az egész évben megbízhatóan teljesítő Veruskerinek 5 pontja maradt még a végére, úgyhogy ő nyerte meg a Yahoo tippelős játékát, és már meg is kapta az ajándékát, ezúton is nagyon gratulálunk neki. Itt látjuk Veruskerit, egy nagyon pici Super Bowl 54-es sisakkal. Nem, gratulálunk. Ez nem nagyon pici. Nagyon pici, ez egy kis tenyér. Ez ekkora. Ez nem nagyon az pici. Lenne a mini paket. Ez jó, ez teljesen jó méret. Ez hörcsögre rámegy. Egy nagy fejű hörcsögre. Vágókép Ricsihez, ahol a szegény hörcsög ilyen gerincsérvel egy sisakban rohangál. Róla egyébként az a hír járja, hogy te azért ebben a kis sisak vásárlásban eléggé otthonosan mozogsz. Igen, de most nem volt. Tehát a legkisebb sisakot most nem lehetett kapni. Ebből vettem azért 2. Most más, nem fogom elárulni, hogy ki mit kap, de most más volt, most inkább a mágnesek. Nincs egy kis sisak. Nem volt idén. Ez a legnagyobb deal, mert csak a Ricsi szerintem vett átlagosan 50 darabot. Igen, belőle. 50, 100. Valószínűleg nem készültek most erre a Super Bowl szervezői. Hogy... Jönnek a magyarok megint. Ó. Ricsi Super Bowl látogatási szokásiról rengeteg anekdota van. Az egyik a sisakvásárlási szokásiról, de idén nem volt sisak. Úgyhogy viszont Veruskerének van egy sisak, aki egy közepes méretű. Ha van otthon hörcsögöd, akkor rápróbálhatod a fejére. Kérjük, hogy arról is küldjél egy fotót. Ha nincs, akkor keress egyet, és akkor nézzük meg azt. A múlt héten volt kérdésünk, de ha mindig ez nem volt nyertesünk, jól mondom, ugye? De ezen a héten is van kérdésünk, de van nyertesünk, bocsánat, mégpedig Varga Tamás, mivel lepné meg a játékosokat a nyitó estén? Geronázzó Mária köszöntse őket, mint annó Barack Obamát, háttérben Szintis Laci tolja a Richard Gere zenekar Pákóval közösen. Hát... Én örülök, hogy a Trash azért utat talál a Trash Talkba, hol lenne a legjobb helyen. Úgyhogy ez volt a múlt heti kérdésünk. Van ezen a héten is kérdésünk, ugyanis. Ricsi mellettünk elintézte azt, hogy gyakorlatilag a 16-ból 14-szer képernyőre kerüljön idén a Kansas City Chiefs. Utána a rájátszásban is, ugye minden meccsen közvetítettük őket, a Super Bowl-t megnyerette velük. Mi az, amit az ember nem tud elintézni? Erre keressük a kérdést, úgyhogy következzen az eheti kérdésünk. Mit intézzen el jövőre, Ricsi? A legjobb válasz ezen a héten is nyereménnyel jár, úgyhogy merjetek nagyot álmodni, mert azért látjátok, hogy ennek az embernek nincsen akadály. Nincs lehetetlen. Chiefs Patriot Super Bowl szeretnék. 15 évig meghúzottam a háttérben, és a 16. szezonnál úgy gondoltam, hogy most aztán mindent. Na, a mindent kezdjük azzal, hogy ráközelítünk Ricsinek a nyakkendőjére. Igen. Nagyon durva. Ez friss beszerzés? Nem, ez több mint 20 éves. Aztán ezt attól a barátomtól kaptam, aki először kivitt Kansas City Chiefs meccsre, Briannek hívják, és hát neki köszönhető az, hogy ilyen Chiefs szurkoló, Brian élete, igen, és hogy Chiefs szurkoló lettem. Ugye 94 januárjában kihurcoltak a feleségével együtt egy Chiefs Steelers wildcard mérkőzésre, és onnantól az Arrowhead stadion hangulatának nem tudtam ellenállni. De ki volt az irányító? Azért? Hát akkor egy Joe Montana nevű kezdő fiatalember volt az a Chiefs irányítója, és hát utána kaptam ezt a nyakkendőt,
ami egyébként valószínűleg életemben egyszer volt talán rajtam, amikor velük egyszer elmentünk valahova ott Amerikában, de utána tartogattam a megfelelő alkalomra. Igazából nem gondoltam, vagy nem sejtettem, és nem is reméltem, hogy egy bajnoki cím kapcsán veszem majd föl. Hányban járunk, amikor ezt megkapod? Ez olyan 90-es évek eleje. És nem vetted föl a játékosokat, akkor beszélgettetek? Hát ez óriási. Nem vettem föl. Utána oda ment volna a 49ers-es. Nem ott lettem egy 49ers-es nyakkendő is. Senkinek nem mondtuk. Épp pedig Bicske nyitogató volt Zoli a PFF-es pólóval. Nem akarták ezt. Hogy egy jó forgatókönyvben vagy vígjátékban mondanák, Ricsi megkapja a nyakkendőt, és 30 év és már is Super Bowlt nyernek. Azért azt gondolom, hogy az elmúlt 10 plusz évben, amióta az NFL-el ilyen közelebbi viszonyt ápolsz kommentátorként, biztos, hogy elgondolkoztál, hogy milyen lenne egyszer őket majd egy Super Bowl-on, egy győztes Super Bowl-on közvetíteni. Olyan volt? Az a furcsa, hogy nem gondolkoztam rajta, hiszen nem volt olyan a Chiefs. Tehát amikor elkezdtük, akkor konkrétan egy pofozógép volt, mondjuk ki szépen. Aztán, amikor jött Andy Reid, és mondjuk Alex Smith-szel ugye eljutottak a playoffba, még akkor sem gondoltam, hogy Super Bowl lesz ebből. Tavaly ugye az AFC döntőn nagyon kevés kellett volna, de odáig nem jutottam el, hogy azon gondolkozzam, hogy a Super Bowl milyen lenne. Ez ebben az évben lett olyan, meg hát most kerültem olyan kapcsolatba Goodell-el, hogy sikerült elintézni nála, hogy a bírók is úgy közreműködjenek, meg minden úgy jöjjön össze. Akkor, hogy... akkor nem gondolkodtál nem, ezen nem előre évekkel, hogy hogyan oldanád meg? Sőt, még most sem. Tehát igazából a meccs előtt nem gondolkoztam azon, hogy milyen lesz. Kaptam ugye a nagyszerű üzeneteket. Hogy mivel, remélem mindegyiket megfogadtad. Mivel nyugtassam magam. De a Márként. Ez nem kellett amúgy a meccshez. Nem foglalkoztam ezzel. Hogyha ez egy Patriots meccs, vagy bármilyen meccs, akkor is ezekben a szituációkban állva nézed? Tehát, hogy... Vagy... Ugyanúgy állva néztük, igen. Akkor ez sem Chiefs specifikus. Ja, hogy itt Galuska... Candid videói. Igen, ezek majd mind a YouTube-on várnak téged, hogy kiderüljön de számodra nem is. Nem szólt, hogy rosszul áll a nyakamban ez a videó. Nem baj, jó az így. Ez sokkal abszolút. Divatosabb lett volna úgy. Nem, abszolút jól áll. A mérkőzésen olyanokat kérdezgettek tőlünk az emberek, hogy csináltunk egy ilyen behind the scenes videót, hogy néztük mi az összecsapást, hogy ők arra lennének kíváncsiak, hogy te miket mondasz akkor, amikor nem nálunk van a hang, mert akkor te biztos bosszankodsz, meg stb. De akkor arról is csinált volna Galuska. Igen, tehát hogy ott voltál, akkor nem jött ki belőled a szurkoló. Nem, hát akkor a meccsre koncentrál az ember, tehát azt azért Sanyi vagy Márk is tudja, hogy Márk is volt olyan helyzetben, vezetett a Patriots, és aztán fordított a Giants, de ő a mérkőzésre koncentrált, mert akkor azzal kell foglalkozni. Aztán azt nem mondom el, hogy utána mit mondott, de teljesen más a mérkőzés alatt azzal foglalkozol, hogy közvetítesz, és igazság szerint azt mondtam Márknak is, hogy én simának véltem, tehát a harmadik negyed után sem gondoltam azt, hogy a Chiefs meg fogja nyerni ezt a meccset, és igazából nem is idegeskedtem, mert jobb volt a 49ers. Tehát most azon nem tudok úgysem változtatni, hogy a pályán mi zajlik, azon még én sem tudok változtatni. Tehát innentől kezdve nem izgultam, és engem lepett meg talán a legjobban az utolsó 7 perc, mert nem volt benne a meccsben, szerintem. Én a kommentolvasós internetező vagyok, és ahol lehetett, utána olvastam, és egy-két ilyen nem normálistól eltekintve abszolút az jött vissza, hogy nem hallatszott, és hogy olyan profi volt, amilyen szokott lenni, a Zoli miért kiabál, ez mondjuk jogos, de nagyjából ezt kaptuk kiabál, vissza. Ez Super Bowl-on, tehát. Miért van nekem olyan érzésem, hogy ezen a héten, amit Miami-ban töltöttetek, valahogy nyitottabb játékosokkal találkoztatok, jobb anyagok érkeztek, az egész úgy tűnt, hogy talán ugye hamarabb is kint voltatok, de minthogyha most már minden trükköt ismernétek, és olyan anyag jött vissza, amire tényleg lehetett várni minden reggel. Valóban így volt, vagy én érzem ezt így? Nem, valóban így volt, szerintem nyitottabb játékosok voltak, elsősorban abból adódóan, hogy a legtöbbnek az első volt, tehát ők is ilyen rácsodálkozással, és nem úgy, hogy
na már a negyediken vagyunk itt, mint a Márk csapata, hogy hagyjuk már ezt a felkészülést, meg ne beszélgessünk a média munkatársakkal, jöjjön a kick-off, aztán játszunk. Tehát egy kicsit a játékosok is élvezték ezt a helyzetet, még azok is, akik voltak, tehát például Terrell Saxon vagy Emmanuel Sanderson, akik már játszottak, szuper volt, rajtuk sem éreztem, hogy ez micsoda nyűg lenne nekik. Én is úgy érzem, hogy egy kicsit nyitottabb játék, ha ez jött le a videókból, meg szerintem Zoliék első napos ötlete a szenzációs volt, tehát utána egy kicsit azért a magyaroknak a híre ment, hogy ez a kakasere pörkölt, meg a grillezett farkasmáj az nagyon húzós volt, és ugye volt, aki azt el tudta képzelni, hogy Magyarországon olyat esznek. Tehát szerintem az nagyon nagy ötlet. Te is egy jövőre egy ilyen húzós kérdés feltétele? Nem, ezt meghagyom. Erre születni kell, nem? Ez egyébként nekem is az, hogy ennek neki mennie, ilyen gátlástalannak kell lenni, mint ennek a Zoli. Ami még, igen, csak visszatérve, hogy, és nem csak az, hogy válaszoltak, de nekem ami nagyon megragadt az, amikor Tyreek Hill-lel beszélget, és arra a kérdés lehetett volna adni egy korrekt félperces választ. Egy 2,5 percen keresztül beszélt, körbejárta, lehet, hogy hamar értetek oda hozzá, amikor még benne is volt svung, de hogy tényleg odaadással és lelkesen álltak hozzá ez a kérdés. Igen, meg Kittle volt a másik, vagy Colin Alexander a Legendary-vel, tehát mindegyik adta magát, jó fejek voltak. Én nem is találtam, hát ugye Sanders volt kicsit fura Zolival, hogy nem nézett rá. De a válasz, hogy nagyon jó válasz volt. Válasz jó volt, csak de a többieknél nem találkoztam olyannal, aki ilyen lekezelő lett volna, vagy nem szívesen beszélt volna. Már szerepben volt. Azért érződött egyébként igen az, hogy ahogy mentek a napok, az első volt ugye a leglazább, a média nap azért, hogy ahogyan kezdtek befeszülni, tehát érződött az, hogy azért hogyan alakult át, hogy közeledett tényleg a tét a meccs, meg ilyesmi, hogy azért ment egy kicsi szakmaibbá a kérdések is, meg a válaszok egyre sablonosabbá, meg azért amikor pár nappal előtte, vagy edzés után mész ki és interjúkot adni, vagy előtte, azért mert tényleg rá vagy fókuszálva a meccsre, az már teljesen más, mint hétfőn, amikor csak kisétálnak 50-en, így nézik a fényeket, először vannak ott, tehát érzik az, mint a Pétri, azt hiszem annyiszor voltak, és ott meg még egy alkalom, amikor ugyanezt eljátszhatjuk. Aki nem tette még meg, az kövesse be a Trash Talk, illetve a Sport TV YouTube csatornáját, Facebook oldalát, és nézze meg ezt a hetet, mert azt gondolom, hogy nagyon ritka az a minőségi tartalom, ami egy ilyen esemény felvezetéséhez születik, ami tényleg úgy ültetett minket oda vasárnap este már a tévékészülékek elé, hogy abszolút képben voltunk, hogy mi történt veletek, mi történt a játékosokkal. Most hamarosan átmegyünk a meccsre, és mielőtt szétszedjük apró darabokra, egy ilyen általános összképet adjuk annak, aki nem nézte, de valamiért ezt az adást leült megnézni, nem hiszem, hogy túl sokan vannak. Jó volt-e ez a Super Bowl? Egy ilyen nagyon basic kérdéssel kezdeném, Sanyi. Jó volt. Én azt gondolom, hogy én talán egy picit többet vártam, edzői mentalitás mindenképpen Shanahan-től, főleg az első fél idő utolsó 2 perc, az nem maradom. Ezt haladjunk előre. Általánosságban. Egyébként, amit váratom, hogy a negyedik negyed az parádé, tehát az le a kalappal, az első fél idő ugye elcsordogált. És utána a második fél idő, ahogy éleződött ki a helyzet, ahogy hátrányba került a Chiefs, van-e még remény, le lehet-e dolgozni, és akkor utána jött a lavina. Úgyhogy szerintem minden volt benne. Tehát mind a két csapat megérte azokat a píkeket és azokat a mélységeket, amik szerintem egy ilyen mérkőzésben kellenek, hogy legyenek. És meg volt a dráma, meg volt a feszültség, voltak nagy játékok is. Izgalmas volt? Igen. Színvonalas volt-e? Márk? Ez nem volt egy jó meccs. Ez klasszikusan az a fajta találkozó, amikor van egy meccs, mindent eldönt, és sokkal inkább feszültek a játékosok a pályán, kevésbé jön ki tényleg az extra, ami mindkét csapatban benne van. Mindenki érzi azt, hogy ez itt brutális tét van az első perctől kezdve. De azért összességében az elmúlt Super Bowlban, jó, tavalyi az egy külön állatfaj, mert az tényleg a padló alatt van, de nem a legjobbak közé tartozik ez a mérkőzés. Ez azért marad tényleg ennyire emlékezetes, mert a Chiefs a semmiből fordított pár perc alatt, és azért ez egy óriási fordítás volt. Tehát szerintem, hogyha valamire emlékezetes lehet, az, hogy ahogyan a Chiefs utolsó pillanatban teljesen megfordította a találkozót és bezsebelte a meccset, de azért is volt fura, mert utána, amikor átvette a vezetést, én nem tudom, hogy hány ember hitt el igazán, hogy itt a 49ers vissza fog jönni. Szerintem a közvetítésből, hogy nem érezzük az erőt benne. Nem tudom, nagyon sok mindent mondtuk a közvetítés, hogy ez kiderült. Nem, hát egy percig volt náluk a labda. De hogy nem hitt el az ember. Az a baj, hogy utána azt érezte, hogy a 49ers elfogyott ezen a mérkőzésen, nem tudott megújulni,
Tehát nagyon gyorsan átcsapott itt egy ilyen Chiefs fölényé ez a meccs, úgyhogy csak a fordítás miatt lesz igazán emlékezetes számomra ez a mérkőzés. Amióta én veled nézem az NFL-t, azóta az egyik ilyen fő tulajdonság, amit én föl szoktam írni magamban a Ricsi menni, hogy Ricsi a legrosszabb meccset is úgy tudja eladni, hogy a legjobbat látom, és hogy meg tudom mutatni a szépségét, és hogy miért érdemes amerikai focit nézni, és odaülteted az embereket. De ugyanakkor az érdekelne, hogy neked ebből, amikor kommentálsz abban a millióban, abban a hangzavarban, ez a meccs, színvonal, izgalom, megélés, és most szerintem tök jó ki tudtuk venni belőle a Kansas City-t, mondjuk a tavalyi évhez képest, neked kijön, vagy Super Bowl, te ott vagy 100%-on, és neked ilyenkor nincsen már rossz. Hát ez azért jobb meccs volt, mint a tavalyi. Viszont rossz a kiindulási alap a tavalyival, igen. Igen, de nem volt jobb meccs, mint mondjuk a Seattle New England, vagy például az Atlanta New England, ahol ugye megint egy másfajta fordítást láttunk. Ott 2,5 negyeden keresztül taposta bele a földbe az egyik csapat a másikat, majd a másik nyert, itt 3,5 negyeden keresztül. Tehát igazság szerint én nem azt nézem, hogy nekem most hangulatot kell csinálnom, én élvezem, hogy ott vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy aki sportszerető, és nem is kell azt nézni, hogy ez amerikai futball, vagy most milyen sportágról van. Szóval én az olimpiát ugyanúgy nézem, tehát hogyha tudom, hogy az egy sportágnak a csúcseseménye, akkor én azt élvezettel nézem, és megpróbálom élvezettel közvetíteni. Tehát a Super Bowl az ebből a szempontból nyilván egy kiemelt esemény. Amikor múlt héten néztük a videót, a bejelentkezést, hogy hova érhet oda a top élmények közé egy Super Bowl, hogyha nyer a Chiefs. Most már hazaértetek, aludtál rá egy párat, van már helye? Hát nyilván. Top. Top lett? Aha. Top, persze. Hát ez nem lehet. Van miből válogatni, lehet, de a személyes főleg plusz. Főleg így. Tehát így, hogy amit Márk is mond, ez egy olyan fordítás volt, amiről még évtizedek múlva is beszélni fognak, és ez független attól, hogy én egyébként melyik csapattal szimpatizálok, mert ez akkor is óriási fordítás lett volna, hogyha a másik oldalt csinálja. Tehát akkor is megemelem a kalapom, és azt mondom, a 49ers egy olyan dolgot vitt véghez, amit korábban még nem, és akkor bravo. Tehát az, hogy ezt most így a Chiefs csinálta, nyilván az első helyre kerül. Mennyire néz ki a te nappali dolgozód, ahol otthon készülsz, ilyen relikvia gyűjteményként? Nem vagyok akkor a relikvia gyűjtő, inkább édesanyámnak hozok rengeteg cuccot, meg ugye kollégáknak hozok ajándékokat. Vannak labdák, meg vannak sisakok persze, azt nem mondom, hogy nincsenek, már ilyen picik, raktár, tudod, picik de igazság szerint nem az, hogy... De van minden Super Bowl-ról egy emlék? Hát nem mindegyikről van nekem, anyukámnak mindegyikről van, tehát neki mindent hoztam, és nekem ilyen kiemelt döntőkről, meg természetesen az akkreditáció, amit mindegyikről elraktam, az mindegyikről megvan. Bejöttél a stúdióba, nem láttad még ezt a műtárgyat, amit az egyik kedvenc nézőktől kaptuk, de én azt gondolom, hogy mivel lezárult a Super Bowl, ez nálad nem lenne jobb helyen, úgyhogy egyrészt most ide tesszük eléd, és megkérlek, hogy vidd haza, mert az 54. Super Bowl az a tiéd, azt gondolom Magyarországon, ha valakié, úgyhogy innen megyünk tovább, és végig megyünk a mérkőzés összes fontos jelenetén, rajzolunk a deltán, meg minden, ami ilyenkor szokásos, hamarosan folytatjuk. Köszönöm. Vasárnap lejátszották az 54. Super Bowl-t, amelyet a Kansas City Chiefs nyert meg egy fantasztikus negyedik negyedbeli fordítással. Sanyival, Márkkal és Ricsivel végigvesszük azokat a kulcsmomentumokat, amik ehhez a végeredményhez vezettek, és közben még egy kicsit bírózunk, mert az mindig jó. Úgyhogy nézzük azt a három jelenetet, amit két jelenetet, mint az antiójkéi készik illetve háromig ne számolj. Ádra neved. Szóval azt a két jelenetet nézzük meg, amit Sanyi hozott nekünk, mint kulcsmomentumot a mérkőzésről. Gyorsan ide is, hát talán nem is kell mondani, hogy azt hiszem, hogy ez volt az, amikor elhitte a 3. és 15-nél a Kansas, hogy itt még lehet keresni valója. Ugye 15 yardnál hosszabb passz a 2 volt Mahomesnak, abból az egyiket hoztam el nektek. A rútokat lesz érdemes majd figyelni, remélem, hogy jó rajz. Nem, akkor rosszat nyomtam, bocsánat, ezt akartam.
itt van a szupersztárunk, aki majd itt szépen megfutja az útvonalat. Kelsey, itt lesz egy check dump. Ez egy kanji? Igen, és itt lesz majd szintén egy check dump. Szóval, ami a lényeg, hogy egy nagyon furcsa védekezési sémát választ el a San Francisco 49ers, úgy néznek ki, mintha embereznének, de ez egy fél ember fél zóna, és ráadásul azért lesz nagyon furcsa, hogy a safety-t megfeszítik azzal, hogy a tight end a linebacker sor mögé és a safety elé fog érkezni. A másik oldalon pedig Richard Sherman teljesen egyedül van. Tehát ilyen nagyon érdekes a mozgás, mert azt fogjuk majd látni, hogy ebbe a zónába az emberező játékos, aki szembeállna Hill-lel, egész egyszerűen ki fog lépni ide ebbe a zónába, és nem fogja követni. És ez lesz a kulcsa annak, hogy el fogják engedni. Ami számomra hihetetlen, 3. és 15-nél ugye telíteni akarják azt a zónát, ami hátulra fogjátok majd jól látni. Igen, az lesz a... Hogy telíteni kell azt a zónát, mert körülbelül a 15 yardos vonalnál a first down-t eredményezni, és ebben követnek egy óriási hibát, és majd látni fogjátok, hogyha a következő, várom azt, hogy az a kép megjelenjen, hogy hát picit hátulról lássátok. Ugye itt a checkdownból kilépett már a running backünk, és talán ez még nem az az igazán jó kép, ez csak a következő lassítást, az lesz az igazán meggyőző, meg kell majd abban a pillanatban megállítani, ami fontos lesz. Jó, tehát itt látjátok a védekezésnél, hogy itt már látjuk, hogy eltolódnak, itt már nem embereznek, hanem itt, ahogy mondtam, itt ez a zóna lesz majd, ami nagyon fontos, hogy ide kilép a védő, ebbe a zónában marad Warner, és ugye, ami nekünk nagyon fontos lenne, hogyha nézzük az útvonalakat, ezt a fiatalember tessék majd figyelni, aki fellép, és majd utána innen ki fog jönni, és nagyon nagy szerepe van ebben a felállásban Kelsey-nek, a Titan-nek, aki pedig pont oda fog érkezni a linebacker mögé és a safety elé. És ezért lesz majd az a mozdulat, ez. Amikor még, itt még nincs meg az irányváltás, de itt, ahogyha megnézitek hogy hova néz a safety. Ugye néznie kell a tight endet, és néznie kell Hill-t, és ilyenkor nem tudja eldönteni, mert ha ő mélyebbre jön, akkor vele kell maradnia. Nem tudja, hogy itt meg fog fordulni, mi fog történni, és itt lesz az a kitámasztás, amikor már késő. Tehát ez a távolság az NFL-ben, ez egy óriási főleg Hill-nél. És ilyen sebességnél ránásul. És már nem, Hill-t meg lehet fogni, hogyha nem ütközöd le rögtön az elején 8-szor. Szerintem nem. Szerintem sem. És akkor innentől azt látjátok, hogy innentől közben Mahomes pedig látja, hogy a kedvenc célpontja szabadon van, megvan a távolság, megvan a különbség, és oda varázsolja a kezébe. Még akkor is, hogy egy picit magas volt a labda, hogyha ez elérkezik a külsvára, akkor az egyből TD lett volna. De ez volt az első olyan, ez volt az a pillanat szerintem a mérkőzésen, amikor szerintem elhitte mindenki, hogy innen van visszaút, ha sikerül 15 yardnál hosszabb passzokat dobni, ráadásul 3. és 15-nél, akkor bármilyen képest ez az a Chiefs. Tehát nagyon durva az, hogy Mahomes egész szezonban 3. és hosszú, de 15 fölött messze a legjobb irányító a ligában, összesen 2 rossz passza volt, és azt is elejtették. Tehát nem volt rossz passza 3. és hosszú szituációban, tehát ebben a Chiefs torony magasan a legjobb a ligában. Az, hogy ezzel a játékkal, meg egyáltalán 15 pluszos játékokkal ilyen sokáig kivártak Reedék, ez taktika volt, vagy tartottak a 49ers-től, tartottak Shermanéktől? Miért kellett várni, hogy kiszakadjon a pazsák Mahomesnál? Hát szerintem ebben a pillanatban jött el ez a most vagy soha. Én azt gondolom, hogy ez volt az a játék, amit meg kellett csinálni a Chiefsnek, és ilyenkor persze, hogy megpróbálod, és persze, hogyha van egy Mahomes kezű irányítód, meg egy ilyen gyorsaságú elkapód, akkor már nincs idő tovább húzni. Én igazság szerint azt nem értem, amit mutatott Sanyi, hogy oké, hogy Kelsey-re figyelni kell, de a nagy játéknál elsősorban inkább Hill-re kell figyelni. Tehát ha hát Kelsey ugye megkapja, nem is biztos, hogy megvan a 15 yard. Ugye, megint ez ilyen kicsit analitika dolog, ugye a harmadik downoknál Kelsey-t keresi a legtöbbször, és ugye több előző meccsek is arról beszéltünk, hogy Kelsey-t többször már duplázták is. Csak ugye a probléma az, hogy a Chiefs-nél így egyedül maradt Hill, Sammy Watkins, Hardman, Robinson, tehát olyan villámlábú játékosok, akiket azért egyedül hagyni plusz támogatással az életveszély, de egyébként abszolút félt a Chiefs. Hát az első drive az tökéletesen mutatta, egy futás, 2 checkdown passz oldalra. Tehát az volt a gond, hogy 4 emberes passzsérítés ment nagyon nagy százalékban, és Mahomesnak azért ott voltak a nyakában egy ilyen sima 5 lépéses passznál is, ilyentől kezdve azok a zóna védekezések nagyon jól ültek, és mélységben nem tudták nyújtani úgy a pályát. Ez egy ilyen leszűkített területen játszott Mahomes, és hát nem is futballozott jól ezen a meccsen.
A Chiefs kezdéseiről, meg magabiztosságáról még fogunk beszélni, de próbálkozott hosszú passzal a San Francisco is, sőt, célba is ért a Kittle felé szálló labda, de a játékvezetők azt mondták, hogy volt egy pass interference, illetve a végén volt egy cipős kanállal beférő touchdown, amit végül nem is néztek vissza videóra. Aki látta a YouTube-on, a csatornámon a reakció videónkat a Super Bowl estéről, hát a szakmai stáb nem értett egyet azzal, hogy ez pass interference volt. Te hogy láttad akkor ott a helyszínen? Én sem értek vele egyet, már csak azért sem, mert tehát ha az egész szezont nézzük, akkor is 50-50-re fújták volna be. Tehát volt olyan meccs, amikor ezt befújták, volt olyan meccs, amikor ez nem. Ez a legnagyobb probléma. Azon kívül pedig tegyük hozzá, hogy ez a Bill Vinovich volt az, aki ugye az NFC döntőn Robbie Coleman-nek, amikor legyalulta a Saints játékosát, azt nem fújta be, ezt meg befújták. Tehát szerintem ez ilyen utólagos kompenzálás volt, vagy nem tudom. És mi történt ennél a szituációnál? Mi arra maradtunk a stúdióban, hogy hiába lassították le szuperlassítva, egyszerűen volt egy olyan képkocka, amikor még nincs bent a labda, és nincs kint a láb, meg volt egy, amikor bent van a labda, és kint van a láb, és a kettő között egyszerűen nem volt más, a 60 FPS, vagy nem tudom mennyivel vehetik, de gondolom, hogy legalább annyival, nem segített. Hát ez a tipikus, ezért mondták a stance. Ott van ugye a pilomban a kamera, miért nem tud az egy ilyen nagy látószögű kamera lenni, ami egyszerre veszi a talajt, és bőven fölfelé is tekint, hogy ne az legyen, hogy egyszer látod a lábát, egyszer meglátod a labdát. Ez az a kép, ugye? És a kettőt, most jön. Ez se egy vonalban van. Tehát ez ugye nem perdöntő, és ugye annyi volt, hogy stance, tehát hogy nem megerősítve volt, hanem marad, mert ott tartunk, hogy nincs rendes kamerálás tényleg a gólvonal területén. Tehát én egyszerűen ezt a részét nem értem. A Kittle-nél belőlem nyilván támadó játékos szól, nekem az nem volt akkor a lökés, hogy amiatt én ne hagytam volna azt a játékot fel, hogy ez volt a legjobb passz a Garoppolónak az egész meccsen. Kettő komment, ehhez már nagyon sok sportágban, gólvonal technológiában tökéletesen működik, hogy megmozgatják számítógéppel, átforgatják, hol van, kéne valami érzékel a labdába. Nincs pénz ebbe a sportágba. Én is azt gondolom, óriási hiba. A másik pedig az, hogy emlékezhetünk azért a Vikings meccsre, amikor volt egy offenzív pass interference, amikor pontosan ugyanúgy tartott jelenet, és azt elengedték. Kezét, és elengedték, és TD, és azzal lett vége, és azzal nyert a Vikings. Én azt gondolom, hogy megosztó mind a kettő. Engem azért, pontosan ezért, mert nincs benne pénz, ezért zavar. Tehát az ilyen, és akkor tavaly vagy tavaly előtt találta ki Bill Belichick, hogy legyen a pilomba kamera, és azt akkor kellett, senki nem volt annyi esze, vagy nem hiszem, hogy nem volt meg a technológia az, hogy meg lehessen csinálni. És szerintem van még egy csomó ilyen dolog, ami még inkább lehet, hogy egy picit meghosszabbítaná a meccset, de kellene. És azért nagyon érdekes ez a szitu, mert fogunk majd beszélni még Shanahannek a csókerkedéséről, és ez a Kittle pass, ha sikerül, akkor a második negyed végén az a töketlenkedés, az simán lehet, hogy zárójelezve kerül, mert kilép utána még ebből tudnak valamit field csinálni. Field goal van legalább. Field goal. És még lehet, hogy több is, és meghúzta a play-t, de hát ennyi lett belőle. Ennek ellenére nagyon bírozni, ezen kívül szerintem ezen a mérkőzésen nem lehetett, az valószínűleg tényleg touchdown volt. Egy Super Bowl-on egy pass interference-t elnézni, az talán belefér. Meg az is belefér, hogy Márk is megmutatja a három jelenetét, amit a Super Bowl-ról elhozott nekünk. Jó, hát én ugye mindig csalok, tehát hogy a három jelenetem is négy lesz. Nekem meg a kettőből is egy lett. De ez nem az enyém. Úgyhogy meg is nézzük. A Garoppolónak két olyan játéket hoztam, hogy volt egy olyan időszak, hogy Garoppolónak nagyon ment. 11 sikeres passz zsinórban, 9 first down, ült a játékhívás. Ugye ezeknél a helyzeteknél megint azt látjuk, klasszikus helyzet, Kittle keresztben mozog, jobb oldalra, itt megy a play action fake, és közben látjuk azt, hogy a Chiefs linebackerei szépen fellépne majd pont annyira futójátékkal, hogy közben a képernyőből kitűnő 49ers elkapó szépen közéjük játszva simán megtalálta magát. A Deebo Samuel egész mérkőzésen nagyon jól volt beépítve a játékba. Van egy másik helyzetünk, ahol megint a jó hívás Kyle Shanahan-től. A harmadik down-os szituáció. Megint az történik, hogy bal oldalon látunk egy bunch formációt, és a bunch formációnak az egyik tagja az George Kittle. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a pillanatban már látszik az, hogy két ember fog lemenni majd Kittle-re, és ebből a szempontból az történik, hogy egy-egy jeleni helyzet lesz a többi oldalon. Tehát már itt az történik, hogy érződik az, hogy két szinten szinte
mint ilyen levelszerűen jönnek be egymás mögött, egymás követve a két elkapó, és csak azt kell olvasnia ilyenkor az irányítónak, hogy melyik terület fog megnyílni. Ami a hátsó kamerából látszik, hogy két safety mutatnak hátul. De ugye már az előbb beszéltem arról, majd mindjárt a következő kamerás lesz erre tökéletes, hogy a baloldali safety elmegy Kittle-lel, a jobboldali safety, Tyrann Mathieu pedig egy rab útvonalon van, tehát ő mindig nézi a keresztbe futó útvonalat, hogy be tudjon segíteni. És nézzük, hogy elindul a játék, neki az első fenyegetettség, itt látszódik az, hogy a befelé futó első számú elkapó, viszont Garoppolo tökéletesen olvassa azt ennél a helyzetnél, hogy ott mögötte, ott lesz bent üresen terület. Tehát ezek azok a játékok, ami nagyon szépen Shanahan megrajzolt, és ezeket megcsinálta Garoppolo. Tehát ez volt az a pillanat, amikor azt érezte a 49ers, hogy Garoppolónak megy a ritmus. De nézzük azért a másik oldalt, mert mondtam azt, hogy azért lesz emlékezetes ez a meccs, mert fordította a Chiefs. Azért nem szabad elmenni amellett, hogy visszanyúltak több mint 60 évet ahhoz, hogy goal line szituációból fussanak, nem lett TD belőle, de egy kis játékosság Reed-től. Vagy az, hogy tényleg egy speed option játékot hívnak, aminek az egésznek az a lényege, hogy a támadófal mindenki szépen lefelé fog blokkolni, és ami ebben a helyzetben a kulcs, hogy Kivon Alexander is fellép a futójátékra. Innentől kezdve ő már vert helyzetben van, és a szélső cornerbacknek pedig itt döntési kényszere van, mert két irányba lehet. Vagy elmegy a running back-kel, és akkor belül megfutja Mahomes, ez az első feladata, vagy megtámadja Mahomes, de akkor csak annyi történik ennél a helyzetnél, hogy szépen Mahomes kidobja oldalra a running back-nek. Érzi azt, hogy ezt nem kell, csak be kell ijeszteni, és belül Alexanderék annyira lemaradtak, hogy ebből is TD-t tudtak csinálni, úgyhogy itt Mahomes-tól, vagy Andy Reid-től egy óriási hívás volt megint. És akkor a harmadik, ami nagyon-nagyon tetszett. Ugye itt volt egy kulcshelyzet, amikor Sammy Watkins Richard Sherman-t elégette. Azért imádtam ezt az egészet, mert utána Watkins elmondta, hogy hát, köszi Devante Adams, láttam, hogy múlt héten te hogyan égetted el ebben a játékban Richard Sherman. Tudta jól, hogy befelé verhető, és az első két lépés a Shermannek már nem olyan, mint 10 éve, viszont Watkins még mindig pokolian gyors, és utána fut fel a pályára, és kapja meg ezt a fade útvonalat. Ami ebben az egészen zseniális egyébként, hogy nehéz helyzetbe hozza Sherman-t azáltal, hogy ahogy kifelé tolódik Watkins, ugye a safety látszik, hogy az utolsó pillanatban befelé csal, ő már nem is tud besegíteni, hogy itt Sherman akármit csinál, mögötte áll. Tehát okosan Watkins direkt kifelé csúszik, hogy ne tudjon Sherman sehogy se oda kerülni. Mahomes pedig tökéletesen olvas ezt, és gyönyörűen ívelte be Sammy Watkinsnak. Ezek olyan apró kis nüanszok, amikkel a játékosok készülnek, fel vannak, tényleg vértezve olyan plusz információkkal, amiket csak egy-egy helyzetben kell elsütni, és hát látszik, hogy ebből egy óriási first down a Chiefsnek. Soha nem gondoltam volna, hogy egy lapon lehet engem is Richard Sherman-t emlegetni, mint az emberek, akik ugyannyi paszt hiúsítottak meg a Super Bowl 54-en. Nem öregedett annyira jól a Richard Sherman magabiztossága itt a szezon végén, a playoff elején. Hát ez nagyon kellemetlen, tehát tényleg összejössz egy ilyen gyorsaságú emberrel, aki ráadásul tökéletesen föl van készítve, hogy mi a gyengéd, hogyha egy kettőt lépsz befelé, és utána kilő melletted. Na, borzasztóan értem én, 5 évvel ezelőtt valószínűleg Sherman ezt megoldja, leütközi, bármit csinál vele, most nem tudta megoldani. Na, jó, oké, de hogy az ő pozíciójában, tehát nem arról van szó, hogy ezt így a NASA, meg a CIA, meg az FBI felfedezte, hogy van egy ilyen titkos gyenge, hogy a hatodik váltás már nem követi le szemmel, nem, hanem két lépésből megvered. Tehát, igen, hogy azért de, ez nem de, egy de ilyen... Azért, tehát 100-ból 98-szor nem áll fel az arcodba, így most nagyjából, kettő meg azért nem minden helyzetben fogja így megvered. Tehát azért nem szabad tényleg Sherman most bájtani úgy, hogy ő rosszul játszott, nem is dobtak nagyon felé az oldalára. Ebben a játékban Watkins egyszerűen kihasználta azt, ami rá, 6-ból lett jó passz, tökéletes QB rating volt ellene. Tehát abban azért rövidebb passzok is voltak, ez volt az a helyzet, amire azt mondom, hogy igazán rá lehet húzni, mert itt jött ki az, ami az ő hátrányossága a korból fakadóan. És ezzel marta meg Revis, hogyha emlékeztek, hogy teljesen más technikát használ, amikor ő ott van és el akarja vonalon blokkolni, ahelyett, hogy egy kicsit backpedállal követni az embert, legalábbis lássa, hogy mit csinál, és akkor nem lett volna ilyen helyzetben. De hát ez benne van a játékban, tehát azzal, hogy lecsúszott, igen, nincs meg a sebessége, azt ráadásul kettest mutatott a Kansas, vagy a Niners védelme, és ahogy a safety bemozgott, akkor már Mahomes abban a pillanatban tudta, hogy ez működni fog ez a passz. Úgyhogy ilyen apró dolgok, múlnak a dolgok, játékok.
Super Bowlok. Röviden már érintettük azt, hogy Shanahan hát a negyedik negyedben nem csillantott meg túl sokat a kvalitásaiból, és ez nem az első eset volt, úgyhogy elmegyünk reklámozni, és aztán górcső alá vesszük a San Francisco 49ers mesterét. Folytatjuk a Trash Talk Super Bowl elemző adását Ricsivel, kiküldött tudósítónkkal, Sanyival és Márkkal, és hát beszélünk egy olyan emberről, aki egy egészen sajátos statisztikát hozott össze. Meglehetősen kevesen vannak, akik edzőként eljutnak két Super Bowlig. Shanahan ilyen, viszont az utolsó, nem értve a két Super Bowl, ahol egyrészt támadó koordinátorként, majd pedig vezetőedzőként ő irányította a csapatát. A negyedik negyedekben, illetve az előző mérkőzés hosszabbításában egy 46-0-ás részeredményt sikerül összehozni. Ugye ennek az első etapja a New England Patriots ellen volt, a Falcons támadó koordinátoraként, most pedig a Chiefs. A 46-0 az ellenfélnek. Igen, igen. Ja, bocsánat, idegenben 0-46. 0-46-ról beszélünk, miközben azért mind a két meccsen bekezdett ugye a csapata, mind a Falcons, mind a Kansas City Chiefs. A véletlenek összjátéka, mostoha a sors vele, vagy valóban Kyle Shanahannek egy nagy elbetűt kell felrajzolnunk a fejére? Én nagyon sajnálom, mert szerintem ez a fickó, ő benne lesz az NFL fiatal edző generációjában, aki nagyon sokat fogunk a pálya mellett látni. Neki kell egy pár év szerintem ahhoz, hogy hasonlóan a korábbi Super Bowl-okhoz, hogy ugyanúgy el tudjon vinni egy csapatot, és szerintem az a 49 lesz, mert ott azért szerintem nagyon-nagyon sok és nagyon jó munkát végzett, de át kell lépni az árnyékát. Tehát hiába mondták ezt, és Ricsiék azért emlékeznek, és kaptuk fontos az információt, hogy ő még egyszer nem fog belépni ebbe a vízbe, folyamatosan nyomni fogja a gázt, és mégis előjöttek olyan hibák, mint az első félnek az első fél idő végén, 1:49 a véget, hogy nem kért időt, nem tud, igazából bár lemondtak róla, 10-10 inkább bementek volna az öltözőbe, aztán összejött két jó játék, és akkor ott voltak, hogy akkor... Ezzel vitatkoztunk, és most megint behoznám ezt a vitatémát, mert szerintem egyébként érdekes, hogy az amerikai foci körül én érzek egy ilyen extra misztikumot, hogy keresztre feszítjük Shanahant a második fél. Oké, 20-10-re vezettek, és még feltettek a táblára 10 pontot a második fél időben is. Tehát hogy nem arról van szó, hogy a fél időben leblokkoltak volna, utána történt, nem a fél idő harapja fenékbe, ja, jó lett volna, van még 3 pontja, de akkor is a Chiefs beér a végére. A negyedik negyed az érdekes. Itt egy dolog van, ami fontos, az, hogy a Chiefs ellen játszott. Tehát, hogy vannak olyan csapatok, akik ellen belefér az, de van olyan csapat, amelyik ellen úgy kell menned, mint az állat. Tehát, hogy itt nem az van, hogy persze, dőljünk átra 10 pontos előny, lehet, hogy ez a Patriots ellen, idei Patriots támadó egység ellen, oké. De a Chiefs ellen, amelyik az elmúlt két meccsen is mínusz 100-ból jött szinte föl kétszer, az, hogy 2 perc alatt csinálnak tényleg TD-t bármikor, na ez az a probléma, ami egy ilyen meccsnél. Nem minden meccsnél igaz ez, de amikor a Chiefs ellen játszol, akkor ki kell hoznod minél több pontot a lehetőségeidből, mert ki tudja, hogy mikor fordul meg a mérkőzés. Tehát inkább ez az a rész, és hát ugye itt volt ez a bejátszás is, hogy ugye számolják azt, hogy a győzelmi esélyed a 100%-hoz mennyire van közel. Tehát, hogy átélte Shanahan azt, hogy statisztikailag szinte mindkét meccset megnyert helyzetből bukott el. És, hát ez meg itt az első fél idő. Ez egy óriási elhibázott dolog volt. Ez 40 másodperc. Egy Super Bowl nem gondolkozhat azon 10-10-es állásnál, hogy nálunk a labda, mi jövünk a másik fél időben is, hogy, és hogy van három időkérdés. Adjunk úszni egy lehetőséget. Túl nagy luxus egy Chiefs ellen, mert bízol a defense-ben, de amikor a túloldalon az egyik leghatékonyabb támadó egység van, akkor tudnod kell, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Gondolj csak bele Harbaugh-ra, aki a Ravensnél azt csinálta, hogy inkább ráment a két pontosokra a Chiefs-re, mert tudta, hogy addig megyünk, ameddig tudunk, ütjük, ameddig tényleg forró, és talán aztán lehet, hogy egyszer fordul a kocka, és beindul a Chiefs. Mindenki kérte az időt, aki... A general managered fönn a VIP-páholyban mutatja, hogy kér időt, akkor az... Ez kellemes, ez hosszútávon kellemes. Az a beszélgetés, igen. Én mégis azt mondom, engedjük el a fél időt, és beszéljünk a negyedik negyedről. Mert hogy ott az egyszerűen összeállt a Chiefs védekezése, úgyhogy addig nem láttuk, vagy ott az edzői hívásokkal is van kritikád? Hát nekem például azért van kritikám, mert még 20-17-nél, amikor vezetett a 49ers, ott is volt Mostertnek egy 5 yardos jó futása,
Majd elléptek a futástól, és volt két rossz Garoppolo passz. És azonnal egy pánt következett, úgy, hogy addig nem is pántolt a 49ers a meccsen. Tehát miért adott föl azt, ami addig működött, és miért választasz valami teljesen mást? Tyron Matthew mondta a meccs után, hogy köszönjük szépen, hogy nem futott többet a 49ers. Tehát miért nem futsz, amikor működik? Laikus szemmel, bocs, nekem az jött le, hogy a középre indított futásokat elég jól összeszedte a Chiefs. Itt mondtunk végig, a tekölökön kívül pedig lehetett volna simán tarolni. Hát, működhetett és volna, és ott pedig mégsem. Ott túl gondolták egy picit, és túlságosan, még azt sem mondtam, hogy konzervatíra váltottak, hanem még pont a konzervatív játékírás, hogyha működik a futás, akkor azt kellett volna erőltetni, és emlékezzetek vissza, hogy egy percig volt náluk a labda. Így van. Úgyhogy nem tudtak vele mit csinálni. Tehát hiába és akkor a passznál, ha nem jó a passz, akkor úgy is ketyegni, vagy akkor nem fog ketyegni az óra. Tehát azért itt azért ezzel is kellett volna számolni. Futásnál meg egy picit, ha nem is sokkal, de egy picit többet lehetett volna égetni az óra. Szerintem az, hogyha azért játszunk, hogy lemenjen az óra, az egy megúszó felfogás. Akkor azért mész, hogy ne kap ki. De nem működött annyira jó a futás. Hát 5 yardot futott abba a drive-ból. Nem működött jó az a futás. Azért nem volt annyira meggyőző a 49ers futójáték. Tehát szerintem azért Garoppolo végig egész mérkőzés rövid passzokat operáltak. Tehát szerintem én ebben nem érzem azt a legvégén, hogy ez az a megúszós, bukjuk el a meccset, és akkor tényleg fussunk háromszor, és pántoljuk el a labdát. Tehát én ilyen szempontból a második, harmadik downos passzjátéknél nem érzem azt, hogy ez arról lett volna szó. Csak ha megy a futás, akkor nem kell váltani. Én ezt mondom. Tehát nem mondunk mást. De miért? Ez a futás az annyira ment, hogy 5 yardot futott. Az első és 15 yardot futottak. Én pont ezért gondolom, hogy akkor meg kell próbálni a másodikra is. És ha nem megy, akkor harmadikra lehet bootlege, vagy akár egy play actionből játszani. De nem megúszni akarom ezt, hanem jól akarom, okosan akarom égetni az órát, és ha megy a futás, már pedig láttuk, hogy mindjárt futás, és ment a tekülökön kívül mind a két oldalon a futás. Garoppolo végül 30 környéki passzkísérlettel zárt? Hát több passzkísérlete volt, mint az előző két playoff. Így van. Úgyhogy a kezébe adták a meccset, nem akarva rákenni, de hát nem mindig tudott felnőni a feladathoz. Engedjük most el Serent, és vegyük elő egy picit, méltatlanul röviden, mert 2 percünk marad rá, Andy Reidet, aki miben lett jobb, mióta az Eagles-el perecelt, és miben lett jobb, mióta a Kansas City Chiefs vezetőedzője lett, vagy szimplán van most már alatta egy olyan keret, szimplán, akiből te is kihoznád a bajnokot. Hát azt azért nem mondanám, hogy én is bajnok lennék ezzel a csapattal, de óriási különbség, hogy Mahomes az irányítód, vagy Alex Smith, vagy akár még Donovan McNabb. Tehát szerintem Mahomes még McNabbnél is jobb játékos, nem tudom, hogy Márk hogy ítéli meg. Én azt gondolom, hogy Mahomes egy olyan szintű irányító, akinél egy rétszintű edzőnek sokkal könnyebb a dolga, és azért ne felejtsük el a tapasztalatot. Tehát Reidnél a tapasztalat óriásit számít, illetve az, hogy most mert vállalni. Ugye 3/4 kísérlete volt a mérkőzésen a Kansas City-nek, ebből 2 sikeresen megoldott, és ebből 10 pontot hozott a Kansas City, ami látva a végeredményt döntő volt. Azt mondjátok meg nekem, kérlek, hogy a Super Bowl utáni reggel Redditet olvasgatok, és kivétel nélkül mindenki, ugye Redditen kiírja a username mellett, hogy kinek szurkol a játékos, és függetlenül a Bills-től egészen a nem tudom, a Buccaneers-nek mindenki, hogy nagyon boldog, van ez a happy for kifejezés, hogy örülök Reidnek. Miért szeretik ezt a csávót ennyire? Kezdjük ott, hogy az Eagles, az külön üzenetet küldött neki, tehát külön gratulált Andy Reidnek. De azért, már a meccs előtt küldtek neki egyébként. A végig egész lázban égett egyébként Philadelphia Andy Reid miatt, azért, mert egy hihetetlen pozitív személyiség, egy nagyon jó humorú, attól függetlenül, hogy már nem fiatal edző, nagyon fiatalos felfogású vezető edzőről van szó, aki azért a saját területén, mondjuk, hogy egy mágus, egy folyamatosan megújuló ember, és azért egyértelmű, hogy egy Hall of Fame kaliberű edző, de hogy ott rezeg a léc, hogy legyen meg az a gyűrű. És meg lett az a gyűrű, tehát szerintem ezért drukkolt mindenki, mert nincs ilyen szerintem a ligában, hogy jár valakinek, de hogyha lenne, akkor ő elég lett. Közel van igen, hozzá. Igen. Iratkozottat, hogy kezdte? Megkeresse a legnagyobb sajtburgert, amit talál, és azt fogja megenni. Nagyon szerethető, amikor meghalt a fia drogtúlozásban, még azért Philadelphiában, nagyon nehéz helyzetből állt föl, és ott tette át a székét Kansasbe. Le a kalappa. Én nagyon kedvelem Kvard Lipótot, mert ugye igen, reinkarnációt tesz hozzá. Van még egy ember, akit nagyon kedvelünk, ő egy Cincinnati irodában üldögél, úgyhogy hozzá kapcsolunk ki Budai Zolihoz, ugyanis ezen a Super Bowlon 2 olyan csapat jutott be
a végső összecsapásra, akik hát valószínűleg prémium előfizetők, két fagyos a hangulat színszeretében, úgy látom. Zoli alszik, vagy valamit csinált, és akkor elkaptuk a final szóval, momentet. Újra hívjuk, mert megszakadt, Rózsa György kapcsolta, én csak iszok. És koncentrál nagyon. Pipacsok nélkül más az élet. Szóval két olyan csapat jutott be a Super Bowl-ra, akik nagyon masszívan építenek az elemzésekre. Meccs után is jött ki ezzel kapcsolatban tweet, meg hír, meg a meccs előtt is tudtuk-e. Van-e olyan gárda, van-e olyan stáb, aki most még ilyen, nem tudom, mint a laposföld hívők, ilyen analitika tagadó, vagy aki így áll hozzá, az lehúzza a rólót? Hát szép lassan fogynak majd ezek az edzők, tehát akik tényleg a két szemmel akarják csak nézni, mint a Marvin Lewis és társai, ezért ezek szép lassan ki fognak kopni. Mostanában egyre inkább bejön, már inkább azt mondani, tehát hogy szégyellik azt mondani, tehát hogy most már azért kevés van, aki azt mondja. Tehát még az ilyen Mike Zimmer fél típusok is szép lassan kénytelenek lesznek ezt beépíteni, meg hát vannak az óriási kamugépek, mint a Patriots, aki azt mondja, hogy analitika, ne, hát Belichick azt majd napig tagadja, miközben az egyik legkomolyabb analitikával rendelkező csapatról van szó a ligában. Tehát ez már egy ilyen játék, mert trendsetter tud lenni egy ilyen Patriot. Milyen pervers szintre jutott ez el, amíg Zodit kapcsoljuk. Nézzük meg azt a képet, ami hát utoljára, nem tudom, ilyen szépségversenyen vagy a Szabária táncversenyen láttam, hogy valakinek a lábállását ennyit elemezgették volna. Mit látunk a képen, Sanyi? Azt látjuk, hogy a különböző felállásokban a két tekülnek, Mike McGlinchy-nek és Joe Staley, hogy tartja a kezét, ha kifelé a lábfeje, akkor mi fog történni, és ez le van modellezve, 90%-ban passz, 100%-ban passz, tehát tökéletesen lehet olvasni. Kicsi Sherlock Holmes-ok állnak a túloldalon, megnézik a kezet, lábat, és tudják, hogy milyen játék fog következni. És tovább megyünk, meg még a formációra is rá lehet mondani, aki üresen van, azzal lehet, és van egy üzenet alatta, hogy arra kell figyelni, hogy ő a legjobb indikátor, hogyha passzjáték lesz. És ez a szörnyű, tehát hogy igazából ezek a játékosoknak ezek olyan természetes mozdulatai, amit nem gondol, tehát ezek tudatalattiak, és ezt kell ahhoz egy offense fal edző, hogy leszoktassa ezekről a játékosokat. És ha van egy ilyen, nem egy ilyen, hanem rengeteg ilyen PFF elemző, vagy a csapatmet lévő elemző, akkor ezt nézik, semmi másra nem fogoz, neki ez a dolga, és ebből csinál elemzéseket. És ez nagy százalékban bejön, és csak egy ilyen picit tud segíteni egy olyan szituációban, hogy biztos passz lesz, és a defense falemberednek nem kell gondolkozni azon, hogy ez most futásblokkolásra figyeljek, vagy passzra, akkor menni fog, mint az állat. És ez erről szól. Nem is analitika, ez inkább ugye Vince Papalis film óta tudjuk, hogy fehér, ugye, vagy piros. Ott kezdődött először, hogy fehér az ujjam, vagy piros. Igen. Elvileg megérkezett Zoli is a képbe. Zoltán, hallasz-e minket? Én eddig is hallottalak titeket. Eléggé szétestél. Mindent hallottam. Na, beszéltünk az elemzésekről, de inkább meséljük el, hogy veled mi történt, mióta elköszöntünk tőled a taxinál Miami-ban. Eljöttem Cincinnatibe, itt vagyok az irodában, úgy tűnik, hogy itt az internet annyira talán nem jó Ohio-ban, de amúgy innen dolgozom most a héten az irodából, meg hát szombaton lesz céges buli, azért azt nyilván csak nem hagyom ki. Hogy néz ki most nektek? Még dolgozol effektíve? Tehát, hogy van most még mit csinálni, vagy bratyizol meg felzárkozol, meg networkölsz? Dolgozom. Nyilván mindig maradnak dolgok, de nem NFL-es dolgok. Tehát az NFL-lel tulajdonképpen vége volt a Super Bowl-nak itten idő szerint vasárnap este 11:30-kor, és hétfőn mi szerintem reggel 10-kor lezártuk az NFL szezont. Úgyhogy én ilyen megmaradt egyetemi munkákon dolgozom még, amikkel egy kicsit lemaradtam múlt héten. Úgyhogy ezeket próbálom én bepótolni. Mindig van még valami munka. Most például ugye hétvégén kezdődik az XFL szezon, meg nem sokára van a Combine, itt már arra készülnek a kollégák. Hallom, hogy például Eric Bieniemy fog majd idejönni Cincinnatibe, megkapja majd ő is a Mike McCarthy túrát, úgyhogy zajlik az élet. Láttad ugye azt a képet, amit most mi is megnéztünk, ahol a kezek, lábak. PFF ilyen szintű analitikát még nem csinál? Hát nem, de ilyet szerintem soha nem is fogunk. Tehát ez egy specifikus valami, ezt nem is nagyon hívnám analitikának igazából. Ezek trendek, ez a régi módi valami. Mi inkább azt csináljuk, hogyha Tyreek Hill baloldalon a slotban áll föl, akkor 76%-ban slant útvonalat fut, 20%-ban seam útvonalat fut, és akkor nem tudom mennyi maradt, az mondjuk legyen post. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mögé megy, és nem
ezek olyan dolgok, amik itt a képen vannak, amiket 1960-ban is csináltak igazából. Maximum a technológia nem volt meg, hogy ennyire jó felvételeket készítsenek róla, de amiket mi csinálunk, az azt gondolom, hogy egy kicsit túlmutat már ezen, és túlmegy ezen, és hogyha egy játékos minden ilyesmivel odafigyel, és erre van a self-scouting, ugye a csapatoknak saját magukat is kell figyelni, akkor még mindig lehet azért következtetéseket levonni abból, hogy hogyan állnak fel, és milyen tendenciák van, nálunk inkább azért ez működik. És ezen a meccsen például nagyon sok analitika barát dolgot láttunk. Tehát ugye az a csapat nyert, amelyik az egész szezonban a legtöbbet passzolt. Mindkét csapat rengeteg play action-t használt, rengeteg volt a snap előtti mozgás mindkét csapatnál. Ez csak a game management, de ezen felül még hasonlóan vannak fölépítve egyébként a csapatok is, tehát mind a kettőnél a tackle posztra mentek rá a támadófalban, és belül van három gyengébb támadófalember. Nagyon sok a hasonlóság a két csapat között, és nagyon analitika barát mindkét csapat. Elképesztő. Most elkérveztem tőled egy kicsit a hangot, és Ricsit kérdezem meg, hogy amióta ezek az elemzős sztorik ennyire előtérben kerültek, mennyivel készül másképpen Faragó Richard, mondjuk a 8 évvel ezelőttihez képest? Én azért nem készülök másképp, mert nekem a play-by-play a feladatom. Ezt a részét meghagyom az elemzőinknek, a szakkommentátorainknak, ugyanis ebben ők a legjobbak, én nem tudnék az ő szintjükön elemezni. Tehát valamilyen szinten nyilván belenézek ezekbe a statisztikákba, de nekem az a feladatom, hogy megmondjam, hogy melyik játékosnál van a labda, és utána legfeljebb reflektálok arra, amit elmondanak. Tehát ebből a szempontból nem készülök másként, viszont nagy érdeklődéssel hallgatom, amit ők mondanak a lassítások alatt. Ehhez tartozó kérdés, és nem hasonló tőről fakad, amikor elkezdesz készülni egy meccsre, befolyásol, hogy ki lesz veled? Nem. Néha nem is tudom, mert ugye egymás után csinálok 2 vagy nagyon-nagyon ritkán 3 mérkőzést, akkor nem, tehát nagyjából úgy fölírom, vagy megnézem, hogy ki jön, de nem készülök másképp, attól függően, hogy Márk jön, vagy Gyula, vagy Sanyi, vagy Zoli, vagy Ádám. És akkor... Az egyik ilyen felnőtt filmes fesztivál, talán egy hölgy mesélt, hogy hasonlót, hogy nem nézi, ki jön, csak... Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy beavattál minket a rejtelmekbe, meg nagyon jó szórakozást neked Cincinnatiben, kövessétek Zolit Instagramon, Twitteren, és várunk majd haza. Jövök majd, nem sokára. Köszönjük szépen. Szia, Zoli. Pedig hamarosan folytatjuk a Trash Talkot. A labdarúgás állítólag olyan sport, amit 22-en játszanak, és a végén a németek nyernek. Az amerikai foci pedig egy olyan sportág, ahol történhet bármi, az irányító lesz az MVP. A hétvégén a Kansas City Chiefs Super Bowljának a végén megválasztották azt a Mahomes-t, aki két ótvar nagy interception dobott, és közben az a Williams, aki pedig rekordot döntött, mert egyrészt 17-szer futott 104 yardért, másrészt 4-szer kapta el a labdát 29 yardért, és volt 2 touchdownja, és ezt nem csinálta meg senki. Ő meg hazament azzal, hogy ő volt a legjobbja a mérkőzésnek, de az MVP Mahomes lett. Mahomes megnyerte a meccset, vagy megnyerte a meccset a csapatnak? Megnyerte a meccset a csapatnak. Most az, hogy dobott 2 interceptiont, egyik csúnyább volt, mint a másik, az, hogy 5-6 labdát a földre dobott inkább, mint sem a játékosok messzámához. Nem volt jó meccse, de pontosan tudjuk azt, hogy a legértékesebb játékos a ligában, aki a legnagyobb plusz tudja adni, vagy éppen elvenni a csapatoktól, az az irányító, és NFL meg pontosan tudja, hogy karaktert akar építeni. Williams 2 év múlva szerintem lehet, hogy a ligában sem lesz, Mahomes pedig... Ezek a mozgatórugók szerinted? De ez nem lehet érv amellett, hogy Patrick Mahomes ennek a meccsnek az MVP-je, mert ennek ott van a 3 TD, futott egy TD-t, meg dobott a végén 2-t, jut a comeback, ennyi. Tehát ezt nem kell túlgondolni. Nézték itt, hogy Williams, hogy Mahomes, hát azért csak dobott, csinált 3 TD-t, csak megfordította a meccset, igen, jó MVP. Tehát ez ennyi. Tehát egy irányítónál van egy ilyen plusz szorzó mindig, hogy neki kevesebbet kell tennie azért, hogy MVP legyen, mint a többieknek, mert tényleg ő a támadó egység fókuszpontja. Ricsi, te Williamsnek adtad volna egyértelműen, az MVP címet. Amúgy én is. Teljes mértékben. De tehát mit kell még csinálni a Damien? Ez ugyanaz, mint amikor J.J. Watt nem kapta meg abban a szezonban az alapszakasz MVP-t. Mit kell még Damien Williamsnek csinálnia, hogy running backként
a Super Bowl MVP-je legyen. Ennél többet nem tudott csinálni. Hát én Derrick Henry is teljesítmény kellett volna. Ezt tudom, akkor se kapta volna meg, mert előlép ugyanaz, amit mondtál, hogy úgyis a Mahomes fordította meg. De hát ez nem, szerintem nem. Értem én, és teljesen abban egyetértek, hogy Mahomesból most extra klasszis szupersztárt akarnak felépíteni, nyilván a tehetsége megvan hozzá, de ilyen szinten szerintem ez egy Super Bowl-on nem lehet érv. Sanyi, mit mondasz? 3/4 ki lett volna az MVP? Hát nekem Deebo Samuel. Uh-huh. Nekem Deebo Samuel. Nálam is. Abszolút. Bosa egyébként óriásit játszott. Nagyon. És brutális. Jaj, bocs, játszott. Nem volt holding a meccsen. Nem volt. Nem, tehát... Úgy volt, hogy ez így húztak vissza. És nem dobták be a sárga zászlót. Igen, bocsánat, nagyon jól fogalmaztak. Csak ezt el akartam mondani, mert nagyon, engem nagyon zavart. Tehát ha ezeket befújják, akkor megint más lett volna. Mert Bosán, ahogy csimpaszkodtak, ahogy visszahúzták, de a másik oldalon is voltak ilyenek, tehát nem menjünk el. A játékvezetők konstans módon egyik oldalra se dobtak. De akkor próbálj meg kibontani, akkor szerintetek miért lett MVP Mahomes? Én csak ennyit látok benne, tehát ennél többet nem tudok hozzá rakni. Gondolatban, biztos, hogy az imázsépítés benne van. Tehát neked most Brady hamarosan kimegy, igaz? Abba hagyja. Kell egy újabb. Vagy bejön. Még egy vagy két év, mindegy. De kell megint egy olyan figura, de ő az, akire mindent fölépített. De szerintem meg pont az van, hogy az NFL az én szememben, ahonnan én nézem, az van, hogy vannak 10 évig tündöklő állócsillagok, és vannak ezek a kis üstökös játékosok. És pont ezért kéne szerintem odaadni Williamsnek, hogy nyomot hagyjon, mert 3 év múlva lehet, Malcolm hogy sehol Smith. Nem lesz, de hogy pont ezzel tudsz felépíteni olyan azt, hogy Patrick Mahomesnak kész az élete, és MVP volt, és itt lesz, remélem, hogy minél tovább, de miközben tényleg a 7 milliárd NFL szakértő világa vagyunk, ezek annyira nyilvánvalóan gázos dolgok, amit szerintem egy NFL nem engedhet magának, meg úgy, hogy nem arról van szó, hogy a nézők választják. Hogy a nézők SMS-ben ezt szavazzák le, meg az appban, azt is értem, de hogy közben meg nem erről van szó. 2 hétig fog számítani. Igen, de Williamsnek maga az élete végéig számítana. Mahomesnak meg... Igen. És nem hiszem, hogy Williams most ezt zavarja. De 5 év múlva megkérdeznéd, de amikor már nem játszik, mondjuk, akkor meg lehet, hogy azt mondja, hogy... Igen, még a mezét is odaadta. Örül, igen. Hogy bajnok. Igen, visszaszerezték. Vissza. Hát Mexikóból hozták ezt is vissza, mint Brady-ért? Ryan Mostert. Ryan Mostert cserélt, és Mostert visszaadja neki. Hát Williams azt mondta, hogy nem érdekli, legyen az MVP, aki akarja, viszont a lényeg, hogy a Lombardit azt az ő hathatós közreműködésével húzták be. Azóta már megvolt a Kansas City parádé, ugye rövid földrajzi tanulmányok alapján most már mindenki tudja, hogy Missouri államban kell keresnünk azt a Kansas City-t, ahol a Chiefs játszik, és egyébként egy nagyon érdekes cikk jelent meg az Indexen, a ma is tanultam valamit, a teljes történetét a két városnak leírták, aki nem tudja, az olvassa, mert nagyon érdekes volt. Szóval volt egy parádé, ahol Kelsey megbecserejtette a Lombardi. Mit kapna Kelsey? Tockost adnál neki, nem? Hát én nem, mert megverne. De nem üthetne vissza egy tockost, hát, adnál neki? Hogy képzeled, fiam? De hát nem, tehát azért beszélniük, valami tiszteletet adjunk már annak a trófeának. Most mi baj az? Hát a jégkorongosok ihatnak bele, mindenki ihat belőle. Oda nézd meg. Hát ez kicsit a hideg rázza. Ez nem lehet. Szerintem ez zseniális. Én imádom. De nem öblös a cucc, valamiből inni kell. Ő megmondta, hogy neki ez a gyerekkori álma, hogy ihas. És az, hogy amerikai focista lett, hát Galuska most szól a fülemről, a tiszteletesség nem ez, hanem az, hogy Bud Light-ot iszik róla. Ja, az is. Szóval megvolt a parádé, ment a pacsi, először bevitték a sört, aztán ki is kellett jönni, mert volt, aki megállt pössenteni egy kört, sőt, még egy autós üldözés is történt, a világ legbénább autós üldözése. 5 autó próbált megállítani egyet, mire nagy nehezen sikerült. De egy kicsit olyan volt, nem, hogy nem akarom összetörni a céges autót, nehogy a kaszkó nagyon megnőjön, de igen, két aki random arcs. Már gumik nélkül. Nézzétek meg a YouTube-on ezt az üldözést, aki az első autót vezeti, az kirúgná. De miért nem fékezett be? Ezt igen. Mondom, hát ketten oldalról befogják, az meg elől megy és töri neki az utat. Hát teljesen fogalom nélkül. Mennyi, nem felvétel ide az nem, hogy mennyit Need for Speed-eztél? De hogy ugyanezt akartam mondani, hogy ilyen
nincs. Need for Speed, GTA, a régi GTA, ilyen. Tehát, hogy így hát indokolatlan volt. Legalább, látszik, ez nem O.J. Simpson pont, volt benne. Pont azért van, azért van az elsőek lelassítani, hogy még addig se tudja rámenni. Ez egy szép lassan Mahomes szépen atomra rakta magát. Hát itt már azt se tudtam, hogy szerintem, hogy hol van ennél a beszédnél. Átbeszéltük már a catchit. Ja, az előbb volt, amikor hozzávágtak egy sört. Feldobtak a buszra egy sört, és megitta, ledobta. De gondolom, hogy hányan pacsisztatok boldogan a töltőn, és én pacsisztam már Holmes-szal úgy, hogy most dobol jött. Igen. Itt látjuk ezt a rengeteg síszemüveges fiatalember, tehát nem Aspenben vagyunk a síparadicsomban, hogyha valamit én betiltanék, az az, hogy a játékosok ilyen mesterséges védőeszközökkel védekezzenek a pezsgő meg. Tehát, hogy láttál ilyet Magic Johnsonnál, meg a régi nagyoknál, meg Kiprik Józsinál, amikor nyertek egy nagy díjat, hogy síszemüvegben voltak? De ezt az NBA-be kezdték. Értem, ott is betiltanál, de aláírom, igen, aláírom. Engem is borzasztóan zavar. Nagyon zavar. Értem, hogy chip nem kell, akkor locsolkodni. Így van, de hát ha meg oda vagy, akkor bele kell állni, nem? Tehát, hogyha már nyertem, én akkor nem foglalkozom. És mellé ugye nem szarnak. Sherman, aki tartotta a Super Bowl MVP-nek járó labdát. Óriási. Elképesztő. Na itt van, hoppá, itt van. Kapja meg a sört. Ügyetlen keze van a fiúnak. Igen, hát a jut is, marad is kategória. Több megy bele, mint mellé, azt szokták mondani. Igen. Kansas City 50 év után nyert Super Bowl-t, Ricsi, fogsz-e még szerinted? Chiefs, hát, Super Bowl-t, nem a pályafutásod végéig, miért addig biztos, de hogy van-e ebben a keretben még Super Bowl győzelem? Szerintem simán lehet, mondjuk nagy kérdés, hogy Chris Jones-szal mi lesz, neki lejárt a szerződése, gondolom ilyen évi 19-20 milliót azért csak ki kéne neki pergetni, az nem biztos, hogy meg lesz, mert Holmes-szel is hosszabbítani akarnak. Én azt gondolom, hogy azért ebben a keretben benne van simán, hogy egy-két évig még a Chiefs meghatározó lesz. Aztán utána nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz Hillékkel, mi lesz Kelsey-vel. De hát ahogy elnézem meg, ahogy mondták, azért ők szívesen maradnának, csak nem mindegy, hogy mennyiért. Igen, ugye Mahomes már lengetik a 200 milliós szerződés, ami egyre reálisabb, és akkor az azért nehéz helyzetbe hozhatja, főleg egy ilyen Chris Jones kaliberű játékost, akit elengedni, ez egy óriási probléma lehet hosszú távon, mert liga egy legjobb falembere. És igen, ahogy mondtad, Hillék, jönnek a többiek, de amíg megvan a franchise QB, a többit könnyebb hozzápakolni. Tehát ami megvan a zsenid, addig a többit azért könnyebb hozzávarni. És azért Spagnolnak a zsenialitását azt emeljük ki, hogy a defense-be beépítette az új embereket, és ha nem is a szezon kezdetétől fog, de olyan a 9-10. Fordulótól azért ez egy elitvédelemmé formálódott. Tehát nem ezt mondták a számok, meg soha nem beszéltünk arról, hogy a Kansas City védelme az mennyire jó passz ellen vagy futás ellen, hanem ahogy közeledett a rájátszás, egyre jobban álltak össze, és azt gondolom, hogy független attól, hogy hány pontot kaptak a rájátszásban mondjuk az első meccsen, de utána volt egy pont, amikor lehúzták a rolót, és onnantól kezdve semmi nem ment át rajtuk. Tehát volt evolúció a szezonban. Míg Ricsi azon izgul, hogy összejönne még egy Super Bowl, meg mennyire lehet összetartani ezt a csapatot, van egy másik franchise az NFL-ben, amely hát az ezredforduló óta folyamatosan egy-két év pihenővel maximum ott van a csúcson, vagy a csúcs közelében, ez pedig a New England Patriots, ott is végy egy jó irányítót, és építs köré egy csapatot. Hát a rossz nyelvek szerint nem bírta ki a New England Patriots, hogy legalább részben ne róluk szóljon ez a hétvége. Mi történt pénteken, mi történt vasárnap, mi várható a Patriots-szal, lesz-e Brady, nem lesz-e Brady? Azt láttam, hogy te férfit ennyit még nem néztél fotón, mint hogy Tom Brady. Hogy rekonstruáljam a mozdulatait. Így emeli a lábát, igen, nem igen. Úgy emeli a lábát, parádi. És a fotó, ami Ricsiről készült az alagútba? Hát az a habatorta. Az próbáltuk. Na, szóval, hogy szerinted mi fog történni Bradyvel? Mert téged még a Trash Talk-ban erről nem hallottunk. Nem tudom, hát a racionalitás azt mondaná, hogy maradjon, mert most 20 év után elmész egy másik csapathoz. Nem kell más mondani, ugye Joe Montana azt javasolta neki, hogy ne menjen el. Pedig neki nagyon jó két éve volt a Kansas City-nél, és mégis azt mondta, hogy ne lépjél ki abból a helyzetből, amit már ismersz, teljesen más szisztémát megtanulni 42 évesen. Én nem látom benne a rációt, ugyanakkor meg valahol értem, hogy lehet, hogy be akarja bizonyítani, hogy máshol is képes lenne ekkora sikerekre. Igen. Tehát a fotó az, mint kiderült, köthető egy hulus reklámhoz, amelyben elhangzik az, hogy nem megyek sehova,
Ami nem jelent semmit. Ami nem jelent semmit. Én megmondom őszintén, hogy, hogy reklám szakmában dolgozó emberként ez szerintem gázreklám volt. Én, mint Brady-t, a Patriot-t az nem is kötném, mint Brady-t nagyon kedvelő ember, a social media is nagyon jól van építve, ilyesmi, ez full gáz. Ez tipikusan az, amikor nem bírod ki azt, hogy ne rólad beszéljenek, egy kicsit csavarjunk még ezen, és persze nyilván a szponzor is azt mondja, figyelj, olyat fog szólni, adok ezért sok pénzt, mindenki erről fog beszélni, de azt érzem, amikor meglátod utána a reklámot a kép után, és így, úristen, így rázott a hideg, hogy ez nem kell, ennek semmi értelme nem volt, ez ilyen kellemetlen, kicsit árnyékban nem akarok lenni, mert most nem játszom Super Bowl. Hát, értem, hogy ez egy delikát szituáció, de ugye rengeteg New England szurkoló van Amerikában is, Európában meg aztán pláne Magyarországon is rengeteg, és ez szerintem nekik egy ilyen eltakarom a középső ujjamat, hogy nem mondom meg, hogy mit csinálok, de még a reklámba is húzom az agyatokat. Tehát hogy szerintem azt gondolom, hogyha kiderülne az, hogy Brady itt hagyja a Patriots-ot, akkor nem tudom, emberek itt sírnának, meg kiborulnának. Na az lett volna a bomba, ha azt mondja, hogy én most lelépek. Azzal lett volna az igazi full extra, akkor az első negyed nem Chanel-nékről szólt volna, hanem arról, hogy Brady hova fog menni. Így is mondta Ricsi a Zoli a podcastban, hogy tök sokat kérdezgették Chanel-néket. Az, hogy Garoppolónak minden szegezett minden második kérdés arról szólt, hogy Brady. Mondták, hogy a Patriots-os beatwriterek ott voltak, hogy beszélgettek Felkerrel, beszélgettek mindenkivel, akinek volt bármilyen Patriots-os múltja. Tehát azért ez mindenkit izgat, de az, hogy a Super Bowl előtt kijön egy ilyen videó, nagyon kellemetlenül éreztem magam, mint néző. Igen, egyébként ebben néha picit magunkat is hibásnak érzem magunk alatt, a médiát, aki amikor LeBron Jamesnek lejáró szerződése van, Kevin Durantnek lejáró szerződése van, amelyet leghamarabb júliusban tud eldönteni, hogy hova igazol, és októberben Baktalóránt házán egy meccs előtt ezzel zaklatják, hogy mit fog csinálni a szezon végén, és hát a keresés, az Instagram, ma nem tudom mi, ettől Brady se hülye gyerek, azért jó, azt mondjuk. Csak közben Drew Brees, tudod mit mondott? Hagyjatok engem békén, egy hónapig kettőnál a vásár, ezt találjuk. Nem mondok semmit, egy hónap múlva meghozom a döntésem, addig nyugi van. Tehát ez is lehet egy irány, de azért itt azért szeretjük ezt, az a médiát azért nem utáljuk. Nem mindenkit olyan elegánsan visszavonul, mint Sanyi például. Ezt tanítani kell. Ennyiszer? Tehát többször is ilyen elegánsan. Nagyon kellemetlen a szitu, mert én más gondoltam róla, amíg... Az is érdekes volt, hogy egy picit visszább gondolunk, hogy igazából ki nem akarta, hogy körülötte legyen másik irányító, hogy ne legyen mellette másik irányító, ki kivel beszélt. Tehát ez egy szerintem nagyon régről visszavezető dolog, és nekem ezzel szerintem megosztó lesz. És ez a bajom. Ezek azok a húzások, amikből azok a tweetek születnek, nem tudom, láttátok-e a Jimmy Kimmelnél kijött a gonosz NFL tweetek 5. része, és ott írta valaki neki, hogy Tom Brady, azt kívánom, hogy a kutyád egyen csokoládét, és hányan a takaródra, vagy valamilyen, nem tudom, és elolvasd, és mondta, hogy ez milyen beteg. De hogy nem biztos, hogy jól sült el ez a húzás a Hulu-nak, meg Tom Brady-nek. Elvonási tünetei voltak, hogy nem róla beszélnek. Valóban. Ez nagy baj. Az elvonási tünetekre jut eszünkbe, lassan fogunk lehozni benneteket a cuccról, tehát nem arról van szó, hogy vasárnap Super Bowl, csütörtökön Trash Talk, aztán találkozunk szeptemberben, hanem még két darab adással várunk benneteket. Jövő héten évet zárunk, és díjkiosztót tartunk, aztán pedig évtizedet zárunk, úgyhogy még két borzasztóan izgalmas sztár vendéggel tűzdelt adás vár ránk, és a kettő között február 15-én az All-Star Gála hétvégéjén pedig jön az Eliup, Magyarország legnépszerűbb sportos podcastjének valaha a televíziós a legjobb változata. Végre lesz rajtunk kívül másik normális lesz sportpodcast. Lesz most vita gyorsan. De nincs vita. Akkor jó. Feltöltöttünk egy másfél perces podcastot, és második lett rögtön a langlistán a Barázsék mögött. Tehát, hogy ennyi. Van, akinek csak megszületni volt nehéz. Faragó Richárdnak hívják, itt áll mellettem, és elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlünk itthon, és köszönjük szépen még egyszer a közvetítést, meg az egész hetes tartalmat, amit Galuskával, meg Zolival gyártottatok nekünk. Most már lassan talán máskor is, jó? Lassan most már nézve, talán néznek te is, hogy mit szólsz hozzá, meg nézzétek meg a minek nevezzem a mi videónkat. Kulisszák mögött. A kulisszák mögött készített 18 pluszos videónkat. Hang nélkül persze. És megtaláljátok a YouTube-on. A jövő héten jön a Trash Talk, az év legjobb
kategóriagyőzteseivel. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Szeretlek, szívem!